A Magyar Vitorlás Szövetségnek egyik legfontosabb feladata népszerűsíteni a sportágat, és a GoTing program ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ezt megtegyük. Olyan gyerekeket igyekszünk ezeken a napokon bevonzani, akik most találkoznak először a vitorlázással. A Kata Barány suli motorosában vagyunk, Balatonfüreden. A GoBoating nyílt napon. Azt gondolom, hogy egy egészen vicces és mókás környezetben. Hivatalosan egy Kata Barány vitorlás iskola vagyunk, de abszolút osztjuk azt a nézetét a Magyar Vitorlás Szövetségnek, hogy népszerűsítsük a sportágat. Azt gondolom, a vitorlázás az a sportág, ahol már egész fiatal korban felelősséget lehet tanulni. Egy 8 éves gyerek önállóan vezeti a hajóját, és felel azért a járműért, amivel a vizen van, és önmagáért is természetesen, egy olyan közegben, ami számára szokatlan. Aki hozzánk jár vitorlázni, és mindig lehozhatja minden évben egyszer a osztályát vagy csoportját, és megvitorláztatjuk őket. Én imádom a Kata Barányt, szerintem az a legjobb. A vitorlázás egyik legjobb formája, hogyha élményt akarok magamnak vitorlázásba. A gyerekeknek is nagyon nagy élményt nyújt. Tehát gyors, közel van a víz, és viszont egy bizonyos ideig biztonságos is. Nem kell félni attól, hogy felborulnak, vagy tehát több gyereket tudok vízre vinni, hogyha meg erőszél van, akkor ezek a katamaránok nagyon jók, mert repelhetőek. Egyre több fiatal gondolja azt, hogy nem csak a foci, vagy a kézilabda, vagy egy másik kiemelt sportág az, ami a jövő, hanem nézze meg ezt a természetben űzhető csodálatos sportágat, és mondja azt, hogy na ez tetszik, na erre itt a helyem, úgyhogy mi ezért csináljuk.